Sziasztok! Vezse Roland vagyok, a Spartannek a tulajdonosa, ügyvezetője. Szeretném nektek bemutatni azt, hogy a grillekben mennyire specialisták vagyunk. Itt vagyunk éppen a Max City Spartan bemutatóteremben, ahol a grillek előtt állunk. Ez talán Magyarország legnagyobb, de az biztos, hogy egyik legnagyobb grill bemutatóterme, amit itt láttok mögöttem. Gyertek, megmutatom nektek, hogy mik vannak itt. Itt látjuk éppen a Broikingnek a termékeit. Ha kirakatból nézzük, már ott is látunk két különböző típust. Itt vannak a Baron grillek, amik Amerikából érkeznek hozzánk. Egyébként a Broikingnek kettő gyára van, az egyik Amerikában, a másik Kanadában. Onnan lehet megkülönböztetni a kanadai és az amerikai Broiking grilleket, hogy az amerikaiak szögletesebbek és robosztusabbak, a kanadaiak pedig egy picit csinosabbak, dizájnosabbak, az egyik kerekük nagyobb, a másik kisebb. De mind a kettő egyformán jó. A kanadaiak inkább a kanadai ízlésnek felelnek meg, az amerikaiak meg egy robosztus grillt mutató világízlésnek. Mondhatjuk ezt. Azt, hogy melyikből adunk el többet, az igazából nem releváns szerintem nagyjából 50-50%-ban. Ami mellett állunk egyébként, ha már itt vagyok, akkor megmutatom nektek a Signetet. A Signet az egyik legkelendőbb grillsütője a középkategóriának. Minden megvan benne, ami egy grillsütőben megtalálható, vagy ami egy grillsütőben lehetséges. Három gázégő van benne fölül, van oldalégője, és van egy hátsó égője, ami a forgatónyársat működteti. A forgatónyársra helyezett mondjuk grillcsirkét tudja megsütni. Úgyhogy a Signetet ajánlom mindenkinek. Igazából bemutathatnám az összes modellt, mert mindegyiket nagyon szívesen ajánlom. De nézzük meg, hogy mi van még itt ebben a bemutató teremben. Itt található például a Broikingnek szinte az összes kiegészítője. Azért mondom, hogy szinte, mert szinte lehetetlen bemutatni mindent, amit a Broiking kínál. Egy nagyjából negyed évszázada foglalkozik a Broiking grillsütőkkel, illetve ilyen minőségben grillsütőkkel, egyébként egy 100 éves cég a Broiking, és amire az elmúlt 25 év során igény mutatkozott, az bármiféle pizzasütő, bármiféle tál, bármiféle eszköz, fogóeszköz, csipesz, bármiféle kefe, ami a rás tisztán tartásához való, mindent kitalált, kifejlesztett a Broiking, mikor nem is akármilyen minőségben, hihetetlen minőségű eszközei vannak a Broikingnek. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük ezt a márkát. Már több videóban mutattam be nektek egyébként grillsütőket, de most, hogy megérkeztünk ide az egyik legnagyobb mellé, az Imperial XL, szívesen megmutatom, hogy ez a grill nagyjából miket tud. Mert hogy ez a csúcsa, ez a legdrágább darabja, és egyébként ez a legtöbb pozitív tulajdonsággal rendelkező darabja a Broikingnek. Egyébként teljesen mindegy, hogy a legkisebbet, a portasefet választja valaki, vagy a legnagyobbat, az Imperiát. Mindenképpen nagyon magas minőségi kategóriát választ, és a grillek sütőrendszere teljesen megegyezik. Abban a grillben, mint ebben a grillben. A méret az persze különbség a kettő között. Tehát ha egy pici LP-re szeretnél egy grillt, akkor azt is választhatod, ha viszont egy nagyon sok oldalú különleges grillt szeretnél választani magadnak, akkor az Imperialnál magasabbra azt gondolom, hogy a grill világában nem nagyon tudsz menni. Az Imperialnak két sütőtere van, aminek megvan a maga értelme. A kisebb sütőtér arra való, hogyha ketten vagyunk, vagy kicsi a társaság, nem kell az egészet begyűjteni, egy nagyon pici felületen el tudjuk készíteni ugyanazokat a grillételeket, amiket nagy mennyiségben az egy sütő felületen. Nem keverednek az ízek, az illatok. Az egyikben sütetünk halat, zöldséget, másikban húsokat. Hihetetlen profia az egész módja, hogy kitalálták az Imperialt. Nagyon fontos a minden Broikingre jellemző öntött vas vagy öntött rozsdamentes sütőrács. Az alatt lévő aromasin, ezek minden egyes Broikingnek a jellemzői, teljesen mindegy, hogy a legkisebbet vagy a legnagyobbat fogok választani, hogy használni. Ezeket most visszateszem ide, nem akarom így fogni a Szóval az Imperial. Egyébként rengeteg fiók, tárolóhely van benne. A minőségem mellett nagyon kényelmessé is teszi a rakodást és a grillezést. Ha valaki egyébként az Imperialt választja, egy komplett kültéri konyhát választ valójában, nem csak egy grillsütőt, amit ha oda tol a teraszra, itt van a gázpalac, akkor nagyon sok oldalon tudja használni. De itt van nekünk a Broiking keg, a keg, ami a leglegendásabb kamadó típusú grillsütő, ami dupla falu acélból készül, és ugyanazt a tulajdonságot
hordozza, mint a kerámia grillek, mint a kerámia kavadó, csak egy teljesen hőszigetelt test, és lehet benne 300-400 fokon pizzát sütni, lehet 250 fokon steaket sütni, vagy lehet nagyon lassú, hosszú távú sütéssel bármilyen ételt elkészíteni, amit barbecue technikával készíthetünk el. Tehát ajánlom nektek a Keget is. Itt van a Kegnek a nagy testvére, ez a 2000-es, az 5000-es modell, hogyha a kettő közül választatok, akkor is nagyon szívesen segítünk. Itt vannak az alacsonyabb kategóriájú, A kategóriájú modellek. De azt mondom, hogy ha valakinek van 150 ezer forintja, vagy mondjuk 200, akkor már nagyon profi grillsütőt tud kapni, de hogyha valaki sokkal nagyobb költségvetésből gazdálkodik, akkor akár 5-6-700 ezer forintért, sőt, akár másfél millió forintért is talál grillsütőt itt a bemutató termünkben. A következő, amit szeretnék megmutatni nektek, ez hát egy nagyon impresszív, nagyon impozáns dolog, az Ofir. Az Ofir-t Hollandiában találták ki nagyjából 6-7 évvel ezelőtt. Egy nagyon kreatív, az is a neve a cégnek, hogy Creative Structures. Egy nagyon kreatív úriember ötölte ki azt, hogy egy ilyen formájú és rozsdás tárgyon nagyon szépen lehet sütni. Az Ofir Classic először, hol is van, itt van az Ofir Classic, ez már a storage, de egyébként a Classic az teljesen zárt volt. Ez a sütőeszköz Hollandiából indulva meghódította az egész világot. És tényleg az egész világot, mert közel 60 országban, de lehet, hogy több is, mint 60 országban forgalmazzák, értékesítik az Ofir-t nagyon nagy sikerrel. Magyarországon mi vagyunk az a szerencsés cég, aki az Ofir-nek a képviselője mondhatja magát. És itt a MagCity-ben, de egyébként minden bemutató termünkben igyekszünk nagyon sokatmondóan, nagyon exkluzívan bemutatni az Ofir-nek az összes termékét, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sokan választják ezeket a grilleket nap, mint nap. Van egy kicsi asztali verziója az Ofir-nak, amit most itt nem tudok megmutatni nektek, de érdemes az Ofir-nak a készletét, kínálatát megnézni. A grillplaza.hu oldalon mindent megtaláltok egyébként, és akkor élőben pedig eljöhetek megnézni bármelyik bemutatóteremben. A következő termék, amit szeretnék bemutatni nektek, ez a termékek, ezek a kedvenceim, ezek a Kamado grillek. A Kamado grillek 2-3-4 ezer évvel ezelőtt föllelhetőek voltak már Távol-Keleten, Japánban és Kínában. Ezek beltéri sütőeszközök voltak, amit igazából teljesen normál hétköznapi sütésre használtak. Fával, faszénnel működtek, a földön voltak beltérben, onnan valahogy ki volt vezetve a füst, és ezekben az edényekben mindent el tudtak készíteni az emberek, lassú sütéstől a gyorsan sülő, grillezett dolgokig, és ezeknek a modernkori megtestesítői, ezek a grillek, amik itt vannak a bemutatótermünkben. Két márka van jelen, az egyikről nagyon büszkén tudok beszélni, a másikról még büszkébben, amelyikről büszkén tudok beszélni, ez a Kamado Joe. A Kamado Joe egy Amerikából származó, nagyon innovatív kerámia grill. A legelső cég, aki a kerámia grilleket megalkotta, ezek nem ők voltak, viszont a Kamado Joe rengeteg fejlesztési ötlettel, rengeteg innovatív változtatással olyan grillt hozott létre, ami addig páratlan volt a Kamado termékeknek a piacán. Ez, ami mellett állok, ez a Kamado Joe 1-es verziója, ez a Classic 1, ami nagyon tipikus lábbal, nagyon tipikus oldalsó polcokkal, nagyon tipikus formával rendelkezik. Ennek van nagy változata, a Kamado Joe nagyobb méretei a Big Joe, és létezik valahol, hogyha itt van a bemutató teremben, egy hol van a pici Joe? Itt van a pici Joe, igen, elbújta. A Joe 1-es mellett, itt van a Joe Junior. Tehát három tagú a család, értem most már sokkal több, de a méretben van egy Junior, van egy Classic, meg van egy Big Joe. És ezeknek van 1-es, 2-es és 3-as verziójuk. Úgyhogy a Kamado Joe kínálata óriási, amiben mind közösek, hogy tűzpirosak. Ebben a piros színben látjátok őket, és azt mondhatjuk, hogy ma a világon talán ez a legelterjedtebb Kamado és a legelterjedtebb Kamado szín. Óriási robajjal robbant be az amerikai piacra, és az utóbbi 10 évben nagyon erőteljesen terjeszkedik Európában is. Magyarországon mi a tavalyi évben vezettük be a Kamado Joe-t, de nem mi voltunk az első, ugyanis volt már Magyarországon forgalmazója. Így hát egy nagyon jó hátszéllel, nagyon jó múlttal tudtunk a magyar piacon bemutatkozni, és őrülten kedvelik az emberek a Kamado Joe-t.
rengeteg újítása van, azt kell mondjam, hogy gyertek el és nézzétek meg a saját szemetekkel, hogy hogy néznek ki ezek a termékek és hogyan működnek. Óriási rajongó tábora van. Egyetlen példát mutatok nektek, amiben óriási innovációt mutatott be a Commodore Joe. Ez például egy Big Joe 2-es, és ez nem egy shieldes sapka, nem egy baseball sapka, amit van benne, hanem egy pizzasütő. Ezt a pizzasütőt úgy hívják, hogy Dojo. A Do egyébként pizza tésztát jelent angolul, a Joe pedig a Commodore Joe-nak a nevéből származik. És ha lezárjuk és rögzítjük, akkor a benne lévő pici mennyiségű faszénnel kb. 400 fokra tudjuk fölfűteni ezt a sütőt, és ezen keresztül pedig egy pizza lapáttal tudjuk betenni és kivenni a pizza tésztát, ez a két pizzát. Imádják a szakácsok egyébként, meg imádják azok, akik otthon dojo-t használnak. Úgyhogy javaslom nektek is, hogyha kerelni a grillen töritek a fejeteket, és nagyon sok oldalú grillt szeretnétek venni, akkor a Commodore Joe-ban érdemes gondolkodni, és nézzétek meg a kiegészítőit, mert tényleg óriásiak. Következő kategóriánk, amit szeretném, nem is tudom, hogy milyen irányba induljak, de megmutatom nektek ezt, ami itt van. Az előttünk lévő grill a Broikingnak egy ide száműzött, vagy inkább itt kiemelt darabja, ez a Broiking pellet. Lehet, hogy hallottatok már arról, hogy mi ez a pellet. Ez egy nagyon profi felső kategóriás pellet grill, ami 2020-ban debütált Európában, és 2019-ben jelent meg Amerikában. Egy telefonos applikációval működő olyan fatüzelésű, illetve pellettüzelésű smoker, ami elektronikusan irányít, belül és kívül méri a hőmérsékletet, a telefonos applikáción keresztül akár több száz kilométerről irányíthatjuk, mérhetjük, tesztelhetjük a készüléket és a benne lévő ételeket. Tehát ha mondjuk marhaszegyet sütünk 12-13 óra alatt, akkor elindulunk otthonról reggel, és mire este hazaérünk, a marhaszegyünk kész van, és közben ezt a folyamatot végigkövethetjük a telefonunkon. De biztosak lehetünk az eredményben. Na ez volt a rögtünk bele. Ha már sorban megyünk ezen az oldalon, akkor van egy másik kis kedvencünk és egy másik nagy kedvencünk. Ez a Cactus Jacknek az igazi texasi smokerek. Ezek offset smokerek, amik Magyarországon is nagyon népszerűek. De ezeknek az eredeti gyártója egy Oklahoma Joe nevű cég az Egyesült Államokból, Texasból. És az európai licenszet egy Cactus Jack nevű cég vásárolta meg, és gyártja az elmúlt több mint 20 évben. Nagyon vastag anyagból készült, nagyon jó minőségű, nagyon magas kategóriájú offset smoker. Ez itt a legkisebb darabja, ez a 16 inches special model. Ez Európában a legnépszerűbb egyébként a Cactus Jacknél. Aki kipróbálta, imádja. Hogyha van kedvetek hozzá, akkor ez az igazi férfias játék. Fával rakunk benne tüzet, nagyon fontos a tűznek a menedzselése, de óriási, hogy mit lehet benne elkészíteni. Ezekre a napokra, amiket most élünk, tökéletes játék egy család számára, vagy a férfiak számára. Cactus Jacknek egy picit nagyobb offset smokere. Ez a Checkwagon 16-os. Ez már egy komolyabb eszköz. Itt égetjük a tüzet egész nagy felületen. Megszűrve a füst és a hő megérkezik a sütőtérbe. És van egy függőleges sütőtere is, ahol még hidegebb a levegő, amikor megérkezik. Tehát itt süthetünk mondjuk marhaszegyet. Itt meg mondjuk hidegebben, egy picit kevésbé melegen füstölt, mondjuk lányokat kell készíteni. Ennyi a Cactus Jackről, gyertek el és nézzétek meg az összeset. És azt mondtam, hogy a kamadó kategóriában van egy büszkeségem és egy még inkább büszkeségem. Akkor megmutatom azt, amelyik a legbüszkébb előkülni, és ez teljesen a saját találmányunk és a saját gyártmányunk. A kamadó chef grillek úgy kerültek Magyarországra 4 évvel ezelőtt, hogy egy kínai céltudatos körutazás során kiválogattuk azt a legjobb minőségű kerámiát, kifejlesztettük azt a legkomolyabb formát és azokat az eszközöket, amiből a Commodore Chef egy igazi prémium kategóriás grillé tudott válni. És most már a 4. évadban mondhatjuk azt, hogy nagyon sikeresen és az ügyfelek legjobb megelégedésére működik a Commodore Chef. Rengetegen használjátok az országban, de használják az országban, és nagyon remélem, hogy sokan fognak csatlakozni ehhez a hagyományhoz.
A Commodore Chef-nek a signature, vagy az ilyen legjellemzőbb színe az a piros. A piros sima, de mivel a Commodore-okat általában úgy képzeli az ember, hogy ezek ilyen rücskös golflabdához hasonló felületű grillek, ezért gyártunk belőle fekete ilyen rücsis golflabda mintázatot. Ebből a kettőből tudtok választani, és háromféle méretből, de a leggyakoribb méret ez a 19 szoros, ami itt van mellettem. Úgyhogy a Commodore grilleknek talán itt van a legnagyobb választéka az egész országban. Hogyha grillt akartok venni, akkor vagy választani magatoknak, akkor egészen biztos, hogy itt a Max City-ben megtaláljátok azt, amit szeretnétek. Úgyhogy várunk meneteket!